éjszakoktól, úgy félek én. Itt vannak közben a föltekén. Nem látod, mert áruhában jár. A buszon talán épp melletted áll. A maslakoktól, úgy félek én. Itt élnek köztünk a föltekén. Vannak szürkék, zöldek, kékek, de én mindent élek. A maslakoktól, jaj, úgy félek én. Big Brotherben is láttam én. Ott volt az E.T. egy furcsa lény. Humanoid csak is épufó. Ellették a földet az ufók. A Man in Blacknek majd szólok én. Itt él a földön sok furcsa lény. Vannak jodák, E.T.-k, majkák és még sok más faj. Et fili et spiritus fent lestecos lager listares vistos. Hogy belefér a hobó, ami a vég.
hogy ne, körül belül ennyi lehet az emese, esemese, úgy hívik a férfi, mert nem, te ismered az emit, mert egyben az emi nem. Lesz is punktum, a jány el kell.
atya nincsen ló. A dégedű dísze játszom, mert nincsen cselló. Mert ha nincsen ló, ha nincsen ló, jó lesz a szamár is, hogyha nincsen ló. Ha nincsen ló, ha nincsen ló, jó lesz a szamár is, hogyha nincsen ló. Ha de kombiné, kombiné, ha tökész kombiné, ha még az éjjel felhajtom majd én. Hadd aj a híd alatt, a híd alatt, a Margit híd alatt, hadd ott hagytod a kombinétodat. De már meg a kérő vajon hova bújt? Hát bizony a tablettásportól kinyúlt, hogy az ember piacon árulják már szegényt, tán elraboltatta Terry Black a vőlegényt. De aki bújt, aki nem mire a nap fel kell, férjet kerítünk és a jány el kell. Jó lesz a szamár is, hogyha nincsen ló. Néged üt már loptam, de még nincsen cselló. Mert ha nincsen ló, ha nincsen ló, jó lesz a szamár is, hogyha nincsen ló. Ha nincsen ló, ha nincsen ló, jó lesz a szamár is, hogyha nincsen ló. Sziasztok! Na itt is vagyok.
Láttam, van, aki elolvasta, hol kezdünk. Itt van velünk Es, Dorota, Frog Patricia, Veres Bágyi Baja, Lila. Lilának boldog névnapot kívánok. Minden igaz, ma van Lila nap talán, ha jól tudom. Dodó, Tamala, Ildi, vagy Lidi néni, hülye vagyok. Pécs Farnest, Hestaris, Noémi, Marco, Anna-Mari Gulyás, Tifi, és Morgan is pont jókor jött. Bocsi, hogyha hülyén beszélek, srácok, csak jön az alsó bölcsesség fogam, ez igen a két live közt kezdett el megint aktívan jönni, és néha kellemetlen is fáj. De nem vészes, tehát hogy két napja ezzel küzdünk, hogy hol nekem, hol Janának én a bölcsesség fogunk. Megcsináljuk először ezt a versenyt, aztán megnézzük a pónikat. Ki itt volt az előző Genshin Impact Live-ba, az láthatta, hogy eléggé szomorú voltam, meg hát dühös, de inkább szomorú. Az megoldódott, csak családi problémák, aztán telefonálgattunk vagy 4-5-ször, és hát így se úsztuk meg vita nélkül, de most már azért jobb. Tehát ott nem véletlen zártam olyan hirtelen a live-ot, annyira elment a kedvem, hogy nem volt erőm live-olni. Kb. Ritka pillanat, hogy Dave feladja a élőadás közbe, de ott tényleg az a szint volt, hogy megcsináltuk a kötelezőket, és örültem, hogy lezárom a live-ot, és hogy nem sírok. Szia, Afrodité! Voltam vezetni, de nem ment. Figyelj, mindenhez idő és rutin kell, ne legyél szomorú, Tifi. Nincs olyan ismerősöm, aki hibátlanul csinált mindent a vezetési folyamatain. Úgyhogy most már kezdem összeszedni magam, srácok, azért nem is 6-kor indítottam, hanem majdnem, hogy 7-kor, de ilyen 6-40 körül. Kellett ez a 40 perc, hogy lelkileg összerázódjak, összeszedjem magam, meg ilyenek. Hali újra Katica. Úgyhogy igen, most nem Katica, hanem Katica vagy, tudom még a héten. Úgyhogy igen. Mert tudjátok, holnap van ugye Jana születésnapja, és csak kavarodások voltak, hogy anyukám most kitalálta, hogy feljön vidékre, aminek tökre örülünk, csak hogy hamarabb kellett volna szólni, meg hasonlók, akkor ugye szervezés alatt a születésnapi ajándék, meg minden, hogy kész, káosz vagyok, de nem is lesz live gyerekek így már a héten, mert hogy ugye holnap már csütörtök, pénteken és szombaton is jönnek családtagok, úgyhogy ünneplünk 3 napon keresztül, hallod, mint karácsonykor, komolyan mondom. Vasárnap meg dolgozok, úgyhogy hétfőn találkozunk újra leghamarabb. Azért is most jó volt, hogy volt Genshin, meg ez, meg tegnap a Horse Riding Tales. Van mit visszanéznetek. Csicskultam a Horse Ridingba egyébként tegnap este még sokat. Tetszeni fog szerintem a játék, meg fogom szeretni. De az új pónik, nem tudom még, hogy hol vannak, illetve a Pintát, azt tudom, majd a mindig kitott tesznek egyet, azt először megnézzük. Úgyhogy irány a Pinta erőd. És te hogy vagy, Afrodité? Aztán tudjátok, gondolkoztam, hogy kiteszem a címbe, hogy, mert most nem lesz, minden évben szokott, de most megtörik a hagyomány, srácok. Minden évben volt Janának is születésnapi live, ahol fel lehetett köszönteni, lehetett szupercsetelni, meg hasonlók. Ez most megtörik, mert most ezt a 3 napot tényleg a szűk család, barátok, stb. Így szeretnénk eltölteni, és most ő nem szeretne live-ot, ezt tiszteletbe tartom, és több közös időt szeretne velem, sétálni fogunk, játszani, mozi maraton tartunk itthon, meg hasonlók, és nálam majd lesz a születésnapomon live, mert ugye én szeretném, hogy legyen. Úgyhogy végül is nem írtam bele, de hogyha végül az SSO alatt érkezik Superchat, Supermatica vagy tagság, azt majd én odaadom neki megelőlegezve a YouTube fizetést, és akkor azt így születésnapra hozzácsapom neki a meglevő összeghez, mert hogy ruhákat szeretne majd venni, hajpántot, meg nem tudom még miket, úgyhogy nem is ajándékot kap, hanem egyrészt egy részben egy élményt, meg pénzt, hogy tudjon azt venni, amit szeretne, aztán az majd rajta áll, hogy megmutatja, hogy miket vett. Ja, de nagyon nehéz megszervezni a születésnapot, ha a család 3 részre van szakadva, és nem egyszerre érnek rá. Már az agyam szétszakad a 3 napi tervezés közbe. Én most jöttem rá, hogy milyen nehéz, mondja, 25 éves lesz, 4. évszázados, nyilván azért akarja mindenki megünnepelni. Boldog szülinapot Janának, 400 forint, köszönöm szépen, Tifi, ezt hozzá fogom adni Janának majd a pénzösszegéhez.
Valószínű, hogy az csak kizárt, hogy jövő hó elején kapja, de akkor is jól fognak jönni. Most mit tudom én, összejön itt egy 2500, vagy valami, akkor azt már oda tudom adni neki a kövi fizunál, úgyhogy örülni fog. Köszönöm szépen, és mindenféleképp meg fogom mutatni a születésnapi köszöntéseket Janának, mind a szupercsetes, mind a tagság, mind pedig bármit. Meg holnap azért, hát nem tudom, hogy rakok-e ki videót, ha nem, akkor max egy képet, ami alatt tudtok neki boldog születésnapot kívánni. Úgyhogy én most megfogadtam, hogy azt szerette volna, hogy töltsek vele több időt, mert ugye a munka meg a YouTube mellett kevés időnk van, és akkor ez kapja tőlem részbe egyik fő ajándéknak, hogy nem nagyon leszek net közelbe 3 napig, és hát minimálisan. Mert megsúgom, most úgyse nézi a live-ot, mert énekelni van a templomba, hogy én rendeltem neki tortát, srácok, viszont az van, hogy azt írja 2 nap, vagy 1,5 nap után is, hogy feldolgozás alatt, elvileg bízom benne, hogy meg lesz, mikorra kell. Mi ez a verseny? Csak elkezdtem megcsinálni, amikor, ha már ide értünk. Igen, a klub felvételes cuccokkal Mizu már le van zárva, ugye lezártam hó végén, és vasárnap fog érkezni az eredmény. Vasárnap lesz videó. Hogy kikerült be. Hát nem tudom, cukrászdába rendeltem, Tifi, úgyhogy pénteki napra. És bízom benne, hogy addigra ott lesz. Cukrászdába, szamos cukrászdába rendeltem, ennyit elárulhatok. Szia, ügyvéd úr! Nagyon bízom benne, hogy ott lesz. Átadom, meg majd megmutatom neki a live-ból utólag, csak hang nélkül, hogy ne hallja, miket beszélek. Interneten rendeltem, Tifi, hát hol rendeltem volna? Komolyan ez van odaírva a feldolgozás alatt. Várható elkészítés, péntek. Úgyhogy... Én biztos, hogy egy nagy balhét fogok csinálni, hogyha akkor is csak azt fogják mondani, hogy feldolgozás alatt. Miért nem menti el? Hát mert péntekig hova rakjam, Tifi? Olyan kicsi a hűtőnk, nem hozhatom el sokkal hamarabb. Nem tudom hova tenni. Sziasztok! Még nem sok mindenről van a bel, még csak pár versenyt csinálom, most fogjuk még megnézni a pónikat. Szia Dave, az baj, nem bírok menni, ezt a szóval meghalt a gépem, sajnálom, remélem minél hamarabb helyre hozzák. Meg szépen megcsináltam, így meg lehetett tervezni, tudod, hogy teszel rá gyertyát, meg minden, aztán lefagyott. Úgyhogy simán majd veszek külön gyertyát. Odamész péntekre kell a torta, és ott egyből tudod, hogy meg lesz-e. Jó, nem volt időm elmenni. Kifogás. De a lényeg, hogy ott a leadott cucc dátum szerint be fogom mutatni, hogy azt írták 2 nap, meg kell, hogy legyen. Hello, Hunor. B opciónak meg, ha nem lesz ott, akkor veszek másik ízű tortát. Lusta voltál? Nem, hát egyszerűbb berendelni, mikor még van 2 napom és időpontra kell. Szia, Dave. Szia, rózsaszín ruhás lovas vani pend papagyú panda pú pov. Panda pov. Na, az a lényeg, hogy meg lesz javítva. Na, nézzük meg akkor az új pónikat. Elvileg annyira cukik, hogy bekakálsz. Ezt komolyan mondom, másoktól hallottam. Na. Is. Ó, szép a szeme. Arca csupa derű. B változat. Hol az A változat? A változat. Verspóni B változat. Évezredek óta sokak által szeretett vers, vagy vers póni, tudom, már is lecsesztetek, hogy nem vers, hanem vers póni, ki hogy mondja, szia Cavgirl, a fajtáját táj és az emberek alakították, és az idők folyamán egy szívós, jó teherbírású pónival fejlődött, amely még nehéz körülmények között is jól elboldogul. Kisebb lett a betűméret, vagy az én szemem romlik? Néhányuk vad ménesként élt, generációk sokaságán át voltak, amelyek a gazdálkodók mellett húzták az igát, de voltak olyan pónik, amelyeket nemesség
kényeztetett. Aha. Középkorra fajta erős gyors pónikat póniként vált ismerté és elismerté, amely épp olyan jól tudott ekét húzni, mint csatába vágtatni, és több méretre is létezett. Tehát, hogy a pónival mentek a csatába, vágod, az úgy kemény. Én jó magyarosan mondom, hogy vers, ennyi. Csupán 1900-as években osztották őket változatokra fajta törzs könyvében, magasságuk és testfelépítésük alapján. Esküszöm, kisebb a betűméret. A szóbeszéd szerint délpata, vadvers póniai eredetileg Winterwell család tulajdonában álltak, azonban később elfeledve szabadon nyargalhattak. Ez tetszett nekik, és a pónik remekül élvezték magukat a félszigeteken. Alkalmazkodó képességük azonban azt is jelentette, hogy sok Jorvikinak vers póni lett a társa, amely tökéletes volt munkára, háborúba, ezt már egyszer leírtad. Ezek a lovak gyorsan tanulnak bármilyen lovaglás fajtát, könnyedén elsajátítanak. Emellett, ne, igen, igen, igen. Azt mondjuk kemény, hogy 800-ba kerül. Emellett sajna a régi genes apalúzákat ki fogják április 6-án venni, és utána a többit is szép sorba. Hát ez ilyen, ahogy haladunk előre. Ez a verspóni a lovaglásra kiválasztott fajta, azaz B változathoz tartozik. Ja, azért B változat. És súlyát tekintve legkönnyebben verspóni fajta, ha bár finomabb ló nem veszítette el a hegyi póni örökséget. Kinek van hegyi póni öröksége? Nekem is kell. Szia ügyvéd úr, lehet nem köszöntem. Csak egy barátra van szüksége, akivel utazhat, és aki képes lépést tartani kitartásával. Ez nagyon szép, de nézzük meg a másikat. Azt írtátok, a remeténél vannak, akkor irány délpata, én csak hazaszállítok. Elvár. Hú, nem jut eszembe, Tifi. Amúgy már biztos hallottam, de nem ugrik be. A remeténé, ott is vannak a rengeteg ló lent. Na gyertek, lemegyünk oda. Jó áron van, hiszen még speciális lépése is van. Hát, de a pónit 800-ra felvinni. Szia, Bogi! Mindjárt meg fogom nézni. Mikor 400-500 aké vesz egy pónit, vagy 250-é is vettünk régen. Na, kijön. Ja, csak ezen gondolkoztam, hogy köszöntem-e, vagy csak láttam, hogy ott vagy. Nem írtál semmit. Kíváncsi leszek, hogy milyenek. A képen láttam, hogy írtó aranyosak valóban. Szia, Viki! Mizu! Illetve ti melyik színeket vettétek meg? Jól vagyok, csak én a bölcsesség fogam és kicsit zavaró. De ezt leszámítva ok. Aha! Hú, mennyi! Mennyi szín! Ma volt a Minimum Goof első farsangja az Obi-ban, és minek öltözött, és hogy élvezte az első farsangját, hogy tetszett neki? Mostanában annyira szóztam, hogy megint tudom, de nyugi-nyugi megjön a kedve. Remélem is, fél, én is azért játszok felváltva. Nem tudom még melyik színt fogom venni. Köszi. Janának is ugyanez van, vicces, hogy egyszer jön a bölcsesség fogunk. Uha. Annyi fekete lovam van, hogy szerintem most nem a feketét fogom. Spider-Man, mert most az a nagy kedvenc. Na, lesz Spider-Man-es játék, biztos játszok azt is, hogy nézze meg. Hát egyik ez tűnik a legérdekesebbnek, tehát hogy a legnem megszokottabb színű nekem, de azért mindjárt átnézzük, ez eddig a number van. Jól szórakoztak, na tök jó. Nem akarok annyira olyan pónit, mint amin már van. Jó, ezt veszem.
Csak mondanám, hogy 4 éve ismerlek titeket ebben a hónapban. Durca, Tifi! Durva! Már a 4. éve lesz. Ah, igen, igen, néztem a pintait, tudom. Legyen ő. V-Box. Meg a Butterfly. Cinnamon Cookie. Tudjátok mit? Az első 2 szám, írjatok számot 1 és 30 közt. 1 és 30 közt. Az lesz az első, és utána megint a másodiknál. 7-est írta a Tifi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Money. És most a következő, aki a pont után az első számot írja, a Bogi lett. 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Na, végül is a Réka is ezt írta, úgyhogy Money Apocalypse. Hú, de fura neved lett. Gyere, Money Apocalypse. Pénz Apocalypse is. Jöjjenek azok a Dodi viccelek csak. De az nem vicc, hogy dobj egy lájkot, ha jól érzed magad. Money Apocalypse, aki szeker. Aki szeretne ikerlovat. Mi az, hogy itt? Hol vannak az új lovak? Öcsém, ezek! Ki is hozzuk a Money Apocalypse-et. Aki akar ikerlovat, az... Igen, az érződik az esti. Este van már, 8 óra ég a világ a bódba. Ez meg elsüllyedt a betonba. Na kedves Money Apokalipszis. M. Kengurúg lesz helyére. De fel kell oldani ehhez egy feladatot, hogy lássa, ha neki nincs megcsinálva. Na ezt nem tudtam. Szia Máté! Na ő Money Apocalypse is. Ilyen nevű lovam is rég volt. Tényleg írtó aranyos. Oda néz, milyen feje van. Írtó cuki. Milyen jármódja van. Mindjárt átpakolásszuk a lóra való szettet. Csiplávról. Tud mosolyogni, na majd mindjárt megnézem. Az a baj, hogy engem hiába nem vagyok, mert a játékos eszmentilásan összes régi lovat kiveszik. Hát haladnak a korral, ez teljesen logikus. Sajnálom azokat a lovakat, amelyeket kivesznek, régóta bent vannak a játékban. Hát igen, mondjuk ne, ha tárhelyet bővítenének, talán max úgy lehetne. Légy türelmes, magaddal is bele fogsz jönni. Így van, animációját kell figyelni, hogyha egy helyben állna, várjál. Álljál már meg! Haló? De nem bírok ráközelíteni. De gyors vagy! Állj meg! Leszállunk. Na. Tényleg fog mosolyogni? Merről nézem? Nagyon jó.
Így van, nagyon sok türelem kell, és lehet, hogy egyszer elbukik az ember, hogy nem sikerül valami. Nyomjam meg a space-t. Ó! Oh. Tehát egy ilyen animációja van, hogy ezt tudja csinálni? Nem rossz amúgy. Most már lesz ikerlovunk. Na, tök jó. Money Apocalypse a neve. A pózolós pornit, és tényleg, hát de most nézd meg. Oda néz. Nagyon jó. Milyen, amikor gyorsítok vele? Ilyen, igen, X. Ó! Szurkolunk neked, így van. Jó magasra ágaskodik, nem? Másik is, pónik is így ágaskodtak? Elég fura állása van. De jó. Ha már itt vagyunk, csináljuk meg a délpatei versenyeket. Próbáljuk ki az új szerzeményt. Vagyis hát szőrzeményt. Ups. Szerintem ez a póni Barbie-lóra sikerült. Hát van egy pici Barbie feeling. Oké, szia John! Miért dolgozni mész? Vagy mizuk? Vagy most végeztél esetleg? 16 ezerből 12 ezer eszcím lett. Hát akkor valószínűleg több szint vettél. Úgyhogy tényleg ti én is ezt mondom, hogy ne add fel és ne keseredj el. Biztos, hogy idővel meg lesz. Meg lesz. Túl szépen ki lett dolgozva. Igen. Szia Zsani, ez a szó. Meglepően túl szép a többi lóhoz. Most nem azért, de beállok emellé. Nézd meg. Mint a két külön játék lennénk. Hát de most nem. Majd ha meg lesz a jogsi, elvezetek hozzátok. Áll az alku. Igen, valóban jól látod, Bogi. Tényleg nagyon-nagyon máshogy néz ki. Ez már túlzottan igényesen aranyos. Hát nem tudom, hogy mondjam. Igényesen aranyos az a... Az én vagyok. A tusvonala is van, igen. Meg túl gyors. Tehát, hogy ahhoz képest, hogy kettes szintű ló, én nagyon gyorsnak érzékelem. És nem azért, mert átraktam a szettet, hanem tényleg irreálisan gyorsnak érzem, ami amúgy önmagában nem lesz baj. Sőt. Szerintem ez jó lesz. De miért nyugodtan? Ezt a szó picit elvette a csodáját, mert már annyira reálisak a lovak, hogy fú. Hát de figyelj, végül is a szép, csak... Fura, mert jó kedvű, és tényleg. Hát jó, de máskor is volt, hogy be volt fizetve az istállós lány. Ennyire nem érzékeltem. A remeténél megcsinálhatjuk a veriket. Szerintem is, mint a Barbie mesékben a pónik olyan lett, azon a nagy szemekkel, meg a mimikával, de nem akartam kimondani, kimondták már helyettem. Hát igen. De attól független tartom, hogy aranyos. De írtó pici. Vov, miért van lassan 200 lóban? Valószínű, megvetted az összeset, amit behoztak. Hát másképp elég nehezen gyűlik össze ennyi. Uhú, száguldás, Porsche szerelem, száguldás. Jó. Megvan, mit felejtettem elvenni Jana szüli napjára, nem vettem pezsgőt. Szia, potátó. Amivel kocinthatunk. Ejjjj.
Ej! Na nem baj, tudtam, hogy valamit elfelejtek a bevásárlásnál. Igen, ez történt év túlságosan is. Igen, megfejtettük. Hát... Már nem megyek ilyen este le. Meg amúgy holnap megyünk bevásárolni, majd aznap veszünk. Veszek. Tudom, de most nem akarok még pluszba költeni. Mert már nem kis összeget elköltöttem bizonyos dolgokra, de ezt majd utólag elmondom, amikor már megkaptam. Most nincsen kuponom a izén se, se a Foodpannán, se a bolton. Hát 6000 fölött van, de nem fogok 6000-re rendelni. Jelenleg. Mindenünk megvan. Nekem 45 lóban van, mert nem akarom költeni az SC-n. Figyelj, behoztad, az is egy megoldás. Igen, késő jutott eszembe, hogy a pezsgőt felejtettem el, pedig voltam Spárba reggel. És most még sör, meg bor sincs itthon, mert valaki megitta. Nem tudom, ki lehetett. Az az álnok. Hát együtt ittuk meg a bort. Annó. Valentin napi csokikat is megettük. Milyen rosszak vagyunk. És kinek hogy telt amúgy a mai nap, skacok? Már azt a másik live-ba se kérdeztem, hogy ott főleg a Katiszának nyitogattuk a cuccokat. Milyen volt a mai napotok? Szerda van, már néha azt se tudom, milyen nap van. Aki még nem mondta, attól kérdem persze. Beszorult a fejem. Nagyon jó telt. Na, tök jó. Unalmasan nem tudom, mi van velem, folyton unalmasak a napjaim, semmi érdekes nem történik. Hát félj, akkor olvas, játsz valami jó játékot, engem ezek felszoktak dobni, és már egyből nem annyira unalmas. Hello, Emi! Láttam, hogy azt hiszem Instant Live voltad a frissit? Nem tudtam benézni, mert szarrá fagytam, mert éppen töltött a gép. Fortnite-ot is, meg frissítette a Genshin, meg az SSO-t. Igen, ennyire keményen tolom a háromat, egyszerre frissítem. Csak beklikkeltem és nem néztem a live-ot, de hogy mizu. És milyen napod volt egyébként? Ja, csak edzettél? Na, már ezt így szépen megcsináltuk. Elmehetünk végül is Mordlandre, csináljuk meg, adjunk a nem rájdereknek is esélyt a közös játékra. Mordlanden csináljuk meg a versenyeket. Február 14-én volt 5. eljegyzési évfordulónk. Remélem lassan már házasságot ünnepeljük. Majd kaptam 5 darab vörös rózsacsokrot. Gyönyörű. Wow, hát azért udvariasnak és férfinak és úriembernek lenni tudni kell Gigi a párodnak. És hát szurkolok, hogy ebből hamarosan eljegyzés legyen. És sok boldog fordulót. Olvasok, most is találtam Wattpadon egy nagyon jó könyvet, lekölt, mert imádok olvasni, de jobban nem teszi a napomat. Ez szomorú. Olyan dolgokat csinálja, amik jobbá teszik a napod, ha van lehetőséged rá. 206 lovan van. WoW, és mióta játszol, Dorota? Mondjuk az is egy kérdés. Azt mondod, hogy tavaly óta, akkor lehidalok. Én ma például pihentem, sorozatoztam, zenét hallgattam, rászántam magam, hogy elkezdek videót vágni, negyedéig jutottam, aztán Poké Unite-oztam, Yu-Gi-Oh-oztam, Horse Riding Tales-be csicskútam,
levittem a szemeteket, kitakarítottam az íróasztalom körül egy csomó mindent, és lett egy halom szemét, azt is levittem, elmosogattam. Az ágyat még össze kéne raknom, mire Jana hazaér. De ugye nagyjából ezeket, meg voltam ugye a spárba. Ja. Ennyi volt a napom, meg sétáltam legalább egyet, mert olyan szép idő volt. Szia, Rami! 19 óta, az úgy azért reális. Olyan összevisszák a napjaim, nem sikerült egy tárgyam, ami miatt sajnos csúszok az egyetemen. Novellát írtam pályázatra, közben kijött a pánikbetegségem. Próbálom összeszedni magam, elveszett vagyok. Hát innen is küldök egy virtuális szívecskét, és ha bármi van, nyugodtan írjál. Kitartást. Még nem tudom, de mostanában annyira magamba fordulnék, pedig semmi problémám nincs. Akkor pont azért kell olyan dolgokat csinálni, ami boldoggá tesz tényleg. Valamikor lesz újra Red Dead Redemption? Igen. De ezt nem csak így hasraütésszerűen mondom, hanem nekem április végéig nagyjából már megvan, hogy milyen játékokat tervezek elkezdeni, vagy újra akár egy-két live erejéig behozni. Fel van írva a Red Dead is. Várható. Jó volt, mikor együtt játszottunk, amikor kipróbáltuk. A story mode még ugye nincsen meg, mert még mindig horror drága, annyi pénzért nem veszem meg. De az online mód, az megvan persze. Csak most ugye a horse riding jött hamarabb, és azért abból volt. Meg a fazmofóbia, ezek voltak felírva, hogy mindenképp ebben a hónapban legyen legalább egy. Hát de attól, hogy én játszok, neked még nem lesz meg az online verzió, vagy az motiválhat, hogy megmutatod anyukádnak, hogy vegye meg, vagy nem egészen értem rá, de ezen múlik, én tartok én neked belőle egy live-ot. Már nem úgy külön. Ez meg most random jött, mert Janának dolga lett, ugye mára csak egy dolog volt terve, a Genshin. Csak ha már úgy alakult, úgy voltam vele, akkor dilemmáztunk reggel, hogy délelőtt, hogy vegyek fel egy videót, hogy megveszem a lovat, vagy akkor vegyük meg együtt így live-ba, és akkor inkább erre jutottam. Meg akkor ezt a pár versenyt megcsináljuk, de ez nem lesz, ez se lesz hosszú live. Már mire hazaér, inkább szeretném, hogy rend várja meg ilyenek. Meg ezt a hetet tényleg most így neki ígértem félig meddig, úgyhogy... Úgyhogy az a cél, hogy boldog legyen és örömet tudjak neki szerezni. Ma jövő héttől visszatér az önződív. Nem, amúgy nem vagyok alapvetően annyira az. Az ilyen este na, teljesen jó, úgyhogy alig lesz behirdetve, ne viccelj. Kb. Meddig fogod tartani? 10 percig? 15? 8 óra körül, ha minden igaz, akkor végezően, és azért addigra kész szeretnék lenni majd. Vagy maximum 8-ig voltam úgy is ötletbe. Majd mikor nem születésnapos hét meg időszak lesz, akkor lesz hosszabb live is, persze. Itt most a hangsúly a póni megnézésén volt. Már korán reggel a mamámmal voltam munkaügyben ügyet intézni. Aztán koránkelés miatt álmos voltam, majd miután hazaértem be és aludtam, egész délután aludtam. Hát akkor nehéz lesz este elaludni, nem? Nekem az szokott lenni ilyenkor.
Valami leborult kint. Közben látom, valaki írt Instagramon, a Horse Riding Tales az már volt a csatornán, gyertek, megcsináljuk a cirkuszt. Úgyhogy a tegnapi live már visszanézhető. Csak valaki éppen kérdezte, hogy esetleg majd itt visszahallgatja, vagy valami. Nagyon jó a gyors a póni. Bármint, hogy nekem tetszik. Idén nem nagyon hallottam róla, de elvileg jól van, Janának küldtek képet, vagy valamit. Sokat hízott. Azt tudom. De jól érzi magát nagyon, és tényleg inkább kinti cic lett. Na, ezeket csináljuk még meg. Igen, igen, elvitte az egyik nézőnk magához, de hát jó helyen van. Teli holdban sok embernek a kedvét, állapotát befolyásolja, akkor tuti az van, mert én is érzem magamon is, hogy jó, nekem a bölcsesség fogam zavar, ami miatt nem vagyok a teljesebb, teljesen legönmagabb, legjobban önmagam. Hát egyelőre még nem tifi, mert nagyon keveset vagyunk itthon, de múltkor már pedzegettük egyébként, hogy a tengeri malac az ugyanúgy jó lenne. De a Mukival semmi baj nem volt, nagyon szerettük is, nagyon hozzánk nőtt, de egyelőre most még nem. Aztán ki tudja, hogy jövőre. Én nagyon gondolkoztam rajta, meg Jana is. Hát simán lehet. Nekem sem volt hú de happy kedvem, pedig én nem szoktam alapvetően negatív lenni. Én fel vagyok pörögve, emiatt olyan vagyok jelenleg, mint egy 5 éves. Az nem baj, nem feltétlen baj. Nekem meg nagyon ingadozó a kedvem, de hát olyan vagyok, mint egy menstruáló nő, csak nem vagyok nő és nem menstruálok. Adhatok egy tanácsot? 2 is viccen kívül. Nekem a törpehörim van, és ő már a 3. Á, értem. Meg hát ugye most majd gyűjtünk a hűtőcserére, meg lakásfelújításba egy-két dolog, és maximum, ha ezeknek vége, utána van terve a malac. Az már inkább jövő év közepe, mire mindennel meg leszünk. Ez is megvan. A már 4-es a Mani Apokalipszis. Lehet tudtad, de ha lesz következő malacka, ne tartsátok egyedül. Hát Muki is jó volt egyedül, attól függetlenül, hogy mindenki azt mondta, hogy csak társba boldogok. Teljesen boldog volt a Mukika. Nap 3-1 éjszakában olyan, mint a 7 évig kómába lettem volna. Az igen. Talán azért is volt jobban emberközpontúbb. Mert hogy ugye maga volt az emberekkel, tehát hogy velünk. Emlékszek. Meg azért sokszor eszembe jut, meg hiányzik a mai napig. Hiába telik az idő. Én is főleg inkább csak live-ba szoktam. Igen, mert úgy neveltük. Csináljuk meg a lovagló arénát még, és akkor azzal bezárjuk a live-ot. Azt még sokan szeretni szoktátok. Megértem. Hát én vagy fél évig olyan szomorú voltam, Tifi. Hát igen, mennyivel jobb lenne velünk, leélnének 70 éveket. Néha egyszerűen úgy érzem, sose leszek lelkileg jobban. Nem szégyen, Emi. Nálam sincs kizárva, hogy valamikor fogok menni, mert azért 30 év fölött már
adódik annyi lelki probléma, amit nem árt kibeszélni. Meg ez nem korfüggő, hamarabb is adódik. Annyira fáj a fejem. Nekem a fogam jövése miatt volt az, hogy be kellett vennem egy gyógyszert a két live közt. Pedig nem szeretek nagyon fájdalomcsillapítókat szedni. Azt is pöllöm majd venni kell, mert elfogyott. Algoflexet szoktunk, az a leghatásosabb nekünk. Szerintem 2022-re már az emberek 70%-ánál alapvetően szüksége van a fájdalom, de hogy hülye vagyok a pszichológusos beszélgetésre. Teljesen más világot élünk, mint rég, úgyhogy ez nem szégyen egyáltalán. Halihó, ki vagy? Delila, de zöld, de kék. Jót is tesz, én tanultam pszichológiát, meg amikor voltak ilyen mentális gyakorlataink egyetemen, meg személyiség lélektan, meg fejlődés lélektan óránk. Nagyon sokat emelt a hangulaton. Tényleg. Szia, Hanna! Képzeld el, jelentkeztem 3 egyetemre. Na, hát szurkolok, és milyenekre, Tifi? Én is gondolkoztam rajta, hogy el kéne mennem, de utána mindig lebeszélem magam. Tényleg nem a legolcsóbb, de... Mit írtál? Hát te olyan nagybetűkre letiltál. Csoda, hogy a Hannámot hagyta kint. Új kötőfékek is vannak? Na várjál, majd mindjárt bemutatom, nem is figyeltem, hogy vannak. Jó, hogy mondod. Láttam a képeit, Hanna, hogy már tök jó kiránduló, a sétálós napod volt. Na milyen volt a parlamentes nap? Mesélsz? Kereskedelmi marketing Pestre, Debrecenbe, meg Siófokra. Na hát szurkolok, majd mesélj valami, összejötte. Kantár is van. Elrontottuk. Szegény Mani apokalipszis elrontja. Hát júliusig még van idő. Az biztos. Hogy az még nem ma lesz. Tudom, ja, hogy egész hét. Én azt hittem, hogy csak a hétfőd. Gyá. Hát sose tudni. Aztán a zsinagógába voltunk, ami nagyon unalmas volt. Hát elhiszem. Hétfői napot élveztem. De random sétálgattunk. Aha. Hali újra réti pillangócska. 800 kerekesszé. Viszont nagyon szépen animált, olyan, mint egy barbis cucc, majd mindjárt megmutatom. Tök jó. Na, szóval mindjárt bemutatom. Nagyon vicces, hogy így nevet, van ilyen nevetős cucca. Rémlik a neved, igen. Akkor van neki ilyen külön spacezése, figyeld. Igényesen ki lett dolgozva, meg szerintem faintos. Ágaskodás. Azért mondom, milyen suli az, Hanna, én is menni akartam volna gyerekkoromban ilyen suliba. Korcsolyázás, kirándulás, barlament, minden van itt, öcsém. Nagyon jó. Igen, 800 eszé. Végén álljunk ide még egy képre.
Na azért mondom, hogy jó az a suli. Én örültem volna egy ilyennek régen, Hanna. Na srácok, én remélem, hogy jól éreztetek magatokat ezen a kis rövidke lóbemutatósos live-on. Póni bemutatós live-on. Ha lemaradtál, akkor majd nézd vissza akár ezt, akár a Horse Riding Tales-t, akár a Genshin-t, ahol Zsillám Katisza voltam ma, mert a héten maximum videóban találkozhatunk, és holnaptól keveset leszek a social felületeken, pont ezért, mert ugye Janával leszek nagyon sokat. Legyen szép hete mindenkinek, hogyha tényleg van kedved edzeni, vagy én motiválok, akkor indítsd egy régebbi live-omat, és akkor amellett tudsz ugyanúgy játszani. Szerencsére van bőven mit visszanézni a 12 órás live-tól kezdve akármeddig. Mongúftakát, kívánom, hogy mindenkinek gyönyörű és csodás hete legyen. Jó éjszakát, sziasztok srácok!